I'm
Thank you.
Kapalas, Kapalán, Kisosnálnak, 3-3 egyenes Pestben. Thank you.
kult lelki járműkül a jelölt. A népi történelem tanulságos legendáról sok idő példát helyeket találunk. Koroskodexek, külk csatát legény, önmagával megbecsüléssel, vállalására fogyatjál az ember. Arra, hogy minden helyzetben hely kell állni, neki kell beszélni az akadálynak, lőkófűzben, puskával a kézben, vagy a hétköznapi munka folytán. Otthonunk a Kárpátok buszolóiból határon ország ezenébe, a keresztény létszámület ideáig oldotta be a magyar világba bőségbe. Új Bizsadát öltött, kardját kiegyensítve, nyugodvédelmi életet Szent László harcos engedélyt követte. Mert milyen hitte, ha Európát védi, saját tárgyak szellemi hazáráért kedvéről tenni, megvetette hát lábát a magasan jelenlő mérceken, s tőfüzeket gyújtott élen a fatja mérceken. Kinizsi ereje, hátyásak igazsára tartott össze a középkorban, magyar nagyhatalmi gyűlölkodiság jobbkartének a szerkezetét, közép-európai végigérkezés, Magyarország kihatása, nyugatjék katonikus kultúrkör katonikusára bevarása volt. Feladatát ellátta, hogy a Várárokban az állandósok küldetésben századok végében kisországként várja a nagy kultúrkörös. Szent István király szent koronája január 1-én a parlamentben kerül, jelképezve ezzel minden magyar összetartozását akkorért. Család és jó barátok, s a nemzetek is kicsit összehúzódnak. Most a mi magunk vagyunk fontosak, a közösség, így együtt a Pestős hangot vészanánk. Felindikat hát a Hűsmadőrei Szellő, a Kassai Dom, a Budai Királyi Vár, a Kolozsvári Bátyás Szobor, a Munkácsi Erődrom, Koszolányi Dezső Szabadkája, Liszt Ferenc, Domorjai Szülőháza. Minden magyar nők, meg ezer szállat tapaszkodik az öregköd, mert Attila király lántának kezelőtet egy hajdalát töltve. A nemzeti örökség számunkra legfőké a csillagvár árnyékodó furcsa alvasatú falait jelenti, nekünk ilyen szép és becses adagot, hogy vigyázzunk és továbbadjuk a jövendőbe. A sárkány elő, szemjön mellett ez is szívedünk, ez is a mi jelképünk. Ezek az egymás adagot követ, az égeberemmel jelzik sajátos arcát, a Szüker Pártiának, idegen utazónak pedig, kiszerítünk az egész Magyarországot. Tiszteletünk a közönség! Boldog élet kívánok valamennyiünknek, és emelem forram, boldog 2000-es évetre, és valamennyiünk kedves egészségének!
Thank you.
Sexy angel falls away from heaven. She's the one that always drives me wild in her arms.
Szépen. Egy kis figyelmet, megkezdődnek a tombolák, illetve a belépője és sorszám alapján a sorsolás. Aki nem ismerve az idegeneknek, be szeretnék mutatkozni, Tüskés Balázs vagyok, itt a szomszédban a diszkot csinálom, úgyhogy akit esetleg érdekel, az meg majd bejöhetne oda. Csak ennyit róla. Szóval akkor rövidre fogva a dolgot, hiszen azt hiszem a legtöbben inkább táncolni szeretnének majd. Megkezdjük a sorsolást. Azt, amit eredetileg 3/4-12-re terveztünk, aztán végül is csak most lesz a 3 literes pezsgőnek a kisorsolását. Itt ebben a dobozban egy 0-tól 400-ig terjedő sorszámú ilyen kis papírok vannak benne, amikor majd sorsolni fogunk, és hát az, akit kihúzunk, az nyeri meg a 3 literes pezsgőt. Mellettem áll Szogodi Vali, aki adta eddig is a tombolákat, amit majd azután fogunk majd kihúzni. Hát akkor kezdjük meg, és akkor itt ebből az edényből akkor megkérlek Vali, hogy húzzál ki egyet. Jól megkeverni, nehogy azt mondják, hogy bunda. Már jó meleg van itt bent, úgyhogy nincs szükség a bundára. Nézzük. Ez az 175-ös. Tehát amennyiben van ilyen, 175-ös számú belépő, egy tulajdonosa nyerte a 3-literes pezsgőt, elsőre sikerült, milyen a véletlen, ugye bár. 175, stimmel. Gratulálunk, és hadd ragadjam meg az alkalmat arra most, hogy mindenkinek boldog új esztendőt, illetve új évezredet kívánjak most így. Azoknak is, akivel még eddig nem találkoztam. Csináljunk egy olyan rendszert, hogy megkezdjük a tombola húzást, de mindig aki nyert, az kihúzza a következőnek a tomboláját, jó? Tehát akkor onnan abból a kalapból a következő sorszám. Nem merek oda menni, mert különben összegerjedünk a hangfalal, úgyhogy inkább ide jöjjünk középre, jó? Jó, igen, Adi, igen. Ez mi? Hát pontosan ez egy hattyú, egy kerámiából készült hattyú az első díj, aztán majd lesz itt még sok minden, amit lehet nyerni a mai alkalommal. A fő díj az egy malac lesz. Hát bizonyára van ment, ugyebár mindenki vásárolt tombolát. Tehát 13.999 megvan, gratulálom! További jó bulizást, és akkor te fogod kihúzni a következőt, itt már is keverik a kalapot. Tehát 0-10-663. Valaki megvásárolta bizonyára, ma kelt el 50 forintért, úgyhogy reméljük, hogy haza nem ment az illető. Nincsen? Nincs ilyen? Nem látok sehol a mozgó. Nézzük, 01663. Igen, stím. Ugye? Hány darabot vásároltatok? Rengeteget. Rengeteget, az mit jelent? Nem tudom, több tömb. Egy egész tömb van itt. Na, szóval meg kell tényleg várni majd. Gratulálunk. Fogyasszatok belőle egészséggel. És akkor mindig, aki nyert, azt hozza a következőt. Na, ezt le is kapom innen, nehogy összekeverjük, és akkor... A következő az egy 2 liter, ugye 2 liter? Jól látom, 2 literes Coca-Cola, 013, 828-as. Te húzod a következőt. Ez pedig lesz a 013 770, aki egy hamutartót, egy porcelán hamutartót nyert.
Még egyszer a szám 013-7-170-es. Egy porcelán hamutartó boldog tulajdonos lesz. Valaki érkezik. Igen, meg lesz a gazdája. Úgy látom, hogy egész könnyen megy ma is ez a tombola húzás. Nem kell újat húzni. 013-770-es. Tényleg gratulálom. Csak igen, 013-829, gondolom egymás mellett vettetek. Akkor tiétek a pici hattyú. 010-697. Egy kis porcelán köcsögöt a félreértések elkerülése véget. 010-697-es. Megvan a köcsög is? Hát úgy látom, hogy megvan a köcsög is. Már a második nyeremény. Egész gyűjtemény lesz akkor otthon azután. Nézzük a számot. 690. Ennek hol van a vége? Ja, hogy... Ja, igen, mert a vége nem látszik. Aha, 697. Jó, rendben van. Stimmel. Itt a 7-15. 0-13-15. Megvan a következő a... Na mi lesz? Először is bemondjuk, hogy mi lesz az. Egy váza, egy virágváza szentei kerámiából. 013-946-os. 013-946-os. Virágot kell venni az asszonynak, és akkor ezt kell venni. Ez jó. I'm sorry.
megköszöntök mindenki még egyszer. Innentől kezdve... Thank you.